Jó estét kívánok! Üdvözlöm mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. A mai téma az hálátlanság a zsidó etika szerint. A téma a hálaadás és hálátlanság. Az egy nagyon különleges téma, és nagyon fontos az emberi kapcsolatokban. Az apropója a témának az az, hogy most csütörtökön 3 napja ünnepeltek Amerikában a Thanksgiving ünnepet, a hálaadás ünnepet. Ez az ünnep ez egy régi ünnepként az USA-ban, és az első telepesek ezt ünnepeltek, amikor letelepedtek, és azt hiszem, az első termés után nagyon hálásak voltak az Istenek, hogy egy szabad országban jó a termés, és akkor megünnepeltek a Thanksgivinget, a hálaadást. Ennek van régi hagyománya, út már jó pár évtized, ez már ilyen hivatalos állami ünnep, ennek a szokása, hogy pulykát eszünk, ennek a valami különleges szószal. Utóbbi években már itt Magyarországon is lehet hallani erről az ünnepről. A pénteki Good Shabbos lapunkban, és ez található a zsidó.com-on is, épp foglalkoztam ezzel a kérdéssel, hogy egy zsidónak szabad ünnepelnie a hálaadás Thanksgiving ünnepet, illetve az az ünnep, ami megelőzi ezt, a Halloween-t. Mondom, nem szeretném azt részletezni, de a válasznak a lényege az, a Halloween az egy pogány ünnep, és a zsidónak nem szabad ünnepelni más ünnepi, vagy pogány ünnepek. A Thanksgivingről, a hálaadásról azt mondta a Rebbe, és több rabbi ezzel egyetért, hogy a hálaadás az nem egy nem zsidó ünnep, ez egy kimondatlan, egy zsidóságban nagyon fontos dolog, a hálaadás, és ezért ennek semmi akadálya nincsenek. És le is írtam a cikkben, hogy egyszer voltam Amerikában, Kaliforniában, és meg voltam hívva egy haszid családnál, holokoszt túlélők Erdélyből, és ott ünnepeltem egyszer az életemben a hálaadás ünnepet, a pulykával, a szószal, és minden, az egy különleges élmény volt. Szóval a cikket el lehet olvasni, vagy a Good Shabbosban, vagy a zsidó.com-on. Csak ezt kapcsán gondoltam egy kicsit beszélni erről, hogy a hálaadás és hálatlanság. Mert az a zsidóságban a hálaadás az egy fontos érték, azt abban lehet látni, hogy mennyi áldás van. Baruch atah Hashem, Elokeinu Melech HaOlam, áldott vagy te, örökkévaló Istenünk, hogy megteremtette ezt, amit mondom, egy pohár vizet, a kenyérre külön áldás, a borra külön áldás, az almára, a fán termő gyümölcsre, a földön termő gyümölcsre, a zöldségekre, illetve minden micvára, hálát adunk az örökkévalónak a micvákért, hálát adunk az örökkévalónak egy új ruhaért. Mindenre hálásak vagyunk az örökkévalónak. Én emlékszem, ott voltam jelen, amikor a Lubavitchi Rebbe erről beszélt, és azt mondta, ez egy kimondatlan zsidó érték. Nézzük meg, milyen zsidó források, bibliai és talmudi források vannak a témában, és mennyi mindenre tér ki. Első dolog az már a Mózes első könyvében 3:12. Ott olvasunk, hogy Ádám és Éva ott vannak az Édenkertben, és az örökkévaló azt mondja, megparancsolja nekik, hogy a tiltott fából nem szabad enni,
ez a fa, ennek a gyümölcsöt nem szabad enni, és mégis ettek. Erre az öregvalő megkérdezi a Ádámot, mond, ettél a fából? A fa gyümölcséből? Erre mit válaszol Ádám? Még egyszer, 1 Mózes 3:12, és azt válaszolt Ádám. A nő, akit adtál mellettem, ő adott nekem a gyümölcsből, és ettem. Mit akar ezzel Ádám mondani? A nő, akit adtál mellettem. Erre azt mondja Rashi, Ádám a hálátlanságot fejezte ki itt. Azt mondja, te adtál nekem egy nőt mellettem, ő vitt engem bűnbe. Azaz az Isten adott az Ádámnak az Évát, olvasunk a Tórában, nem azért, mert az Istennek szükség volt erre, hanem lajtaj, ha jajsz Adam levád, mert nem jó, hogy az ember egyedül legyen. És ahelyett, hogy hálás lenne az Istennek azért, hogy van neki az Éva, és vállaljon felelősséget, hogy sajnos vétkezett, erre hálatlanságot fejezte ki, és áthárította a felelősséget a Havára, az Évára. És ezt mondja Rásiat, és ez kimondottan egy negatív dologként van említve, hogy a hálatlanság az egy nagyon-nagyon csúnya tulajdonság. Ez már mond a Mózes első könyve, a Brésit könyve elején. Aztán a múlt heti szakaszban azt, amit olvastunk tegnap a Tórából, az 1 Mózes 29:35, erre azt olvasunk, hogy Leának több gyereke lett. Aztán, amikor negyedszer állapotos lett, szülte a gyereket, és fiút szülte, erre azt mondta, most hálát adok az örökkévalónak. Erre azt mondja a Talmud, azt mondja Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon ben Yochai nevében, mióta az örökkévaló megteremtette a világot, nem volt egy ember, aki úgy adott hálat az örökkévalónak, mint Lea. Mert Lea azt mondta, hogy nem érdemlem meg ezt a sok jót. Jákobnak lesz 12 gyereke, 4 feleségtől. Ha arányosan elosztjuk őket, akkor minden feleségnek lesz 3 fia, és itt jön ki a 12. Most mondja Lea, ha nekem már van 4. gyerekem, azt már többet szültem, mint ami jár nekem. És hálát adott az örökkévalónak, hogy az Isten ad nekünk mindent, amit ad nekünk, az ajándékban adjon. Nem követeljük, nem érdemlük meg. Ez a különleges hálat, amit Lea fejezte ki, és ezért lett a neve Jehuda. Jehuda az abban a szóban van, mint Hodá, hálát adni. Látjuk, hogy milyen különleges dolog a hálaadás. Jehuda törzséből származnak a zsidó királyok, a Dávid és Salamon és az ő leszármazottjaik, a Mesiás, azok mind Jehuda törzséből. Szint Jehuda az a hálaadást fejezi ki. Ez attól a Tóra említi egyszer negatívként Ádámnál, hogy hálátlan volt, egyszer a Tóra említi, elmeséli nekünk, hogy Lea nem volt hálátlan, hanem hálás volt. Milyen, hol van a Tórában micva, hogy illik, kötelező hálás lenni, és nem hálátlan. A legjobb forrás a témában az Dvarim könyvében, Mózes 5. könyvében, 23:8, azt mondja a Tóra, ne utasíts el az egyiptomit, mert te idegen voltál az ő országában. Azért, mert ők fogadtak minket, Jákobot és gyerekeit, amikor lejöttek Egyiptomba, ezért nekünk nem szabad, azért hálás kell lenni irántjuk, és ezért kell hálásak kellett legyünk, és ezért nem szabad őket elutasítani, és ezért az egyiptomi akar betérni, betérhet, és a harmadik nemzedéke már rendesen tud házasodni minden zsidóval, akkor látjuk azt, hogy
mennyire, hogy a Tóra azt mondja, hogy hálásak kell, ez egy előírás. Menni, mennyire hálásak kell, hogy legyünk, azért, mert akkor fogadtak Jákobot és gyerekeit. Mondja a Talmud, azt mondta Rába, Rába azt kérdezte Rábát, honnan van egy ilyen közmondás, idézi ezt a közmondást arami nyelven, hogy egy kút, amiből ittál vizet, amikor szomjas voltál, ne dobjál oda követ. Mi a forrása ennek? Lényegében itt a hálátlanságról van szó, ha ittál egy kútból, ne legyél hálátlan iránta, és ne dobd be oda követ. Mi a forrása ennek? Mert az válaszolt neki, a Rabba Bar Mari a forrás, az az előbb említett vers, hogy nem szabad elutasítani az egyiptomit, azért, mert idegenek voltunk az országban. Azt mondta, hogy olyan hely, ami biztosított nekem valami jót, nem szabad hálátlan lenni iránta. Ha a kút biztosított nekem jót, vizet, amikor szomjas volt, nem szabad hálátlan lenni iránta. Egy másik vers, ez nagyon híres micva, szintén Dvarim 5 Mózes könyvében, 8/10, Vahalta veszavata, uvérachta, te sem ölökelha. Ha ettél és jól laktál, akkor áldás kell mondani az örökkévalónak. Ez a bencsolás, ez asztali áldás. Miért mondjuk el az asztali áldás? Mert ettünk is jól laktunk, ki kell fejezni a hálánkat az örökkévaló iránt. Megint ugyanezt látjuk, hogy hálások kell, hogy legyünk, és ez egy előírás. Nézzük meg további források. Eddig volt két forrás a Mózes 5 könyvéből, most pedig két forrás a példabeszédekből. Az első az 17/13, azt mondja Salomon király, Meisiv rá tahat tová, lota mus rámi betó. Az, aki visz a rosszat, ad vissza egy jó helyet, a jó helyet, akkor a rossz nem fog elhagyni az a házat. Ez az a büntetése, hogy sok rossz fogja őt érni. Ami azt jelenti, itt arról van szó, hogy ha valaki jót tett nekem, akkor nekem kell visszanyozni ezt jóval. Ha én nem csak, hogy nem vagyok hálás neki, hanem még rosszul is viselkedek iránta, akkor a büntetésem az, hogy sok rossz fog engem érni. Mert nagyon csúnya dolgot tettem, hogy valaki jót tett velem, és én pedig visszaadtam neki a rosszat. És van még egy forrás a példabeszédekben, 22/7, az a mondat vége, ve evedlove le ismalve. Az, aki kölcsön vett fel, ő a szolgája lesz a kölcsönadónak. Azt jelenti, a szolgája lesz pozitív értelemben, hálás lesz neki, ki fogja fejezni iránta a jót, segíteni fog neki, stb. Stb. Akkor négy forrást hoztunk, ahol felszólítás van arról, hogy hálásak kell, hogy legyünk az iránt, aki jót tett velünk. Eszembe jutott, van egy ilyen anekdóta, hogy valaki jót tett a másiknak, mondjuk Grün jót tett Kónnal, és azt kérdezi a Kón Grüntől, mivel tudom én kifejezni irántad azt a jót, amit tettel velem. Erre azt mondja Grün, azt kérem, dobjál rám csak kis kavicsot. A Kón nem érti. Miről van szó itt? Azt mondja, sajnos nagyon sokszor van az, hogy az ember hálátlan, és megdobálja az, aki jót tett vele köveken. Én pedig azt kérem,
hogy fejezd ki a háladat azzal, hogy nem köveket fogsz dobálni rám, csak kavicsot. Sajnos ilyen is van, de ez ellen szól a Tóra, hálás kell lenni, nem szabad visszanazni a jót a hálatlansággal. Mivel látszik az, hogy az ember hálatlan, pontosabban hányféleképpen lehet hálatlan lenni? Az első dolog hálatlan lenni, hogy az ember nem köszöni annak, nem köszönte meg a jót, amit tett vele. A másik dolog az, hogy nem próbál neki segíteni valami másban. A harmadik, hogy nem értékeli, és rosszul fejezi ki magát az kapcsán, amit kapott, azt a jót, amit ő kapott. És a negyedik az, hogy még megszégyeníti, hogy kárt okoz annak, aki segített neki. Hogy ezeket részletesebben fogunk később beszélni. További kérdés. Kinek vagyunk mi kötelező hálás lenni? Elsősorban a jó Istennek, aki annyi minden jót tesz velünk, megszületünk, élünk, egészségesek vagyunk, családunk van, pénzünk van, jó kedvünk van, boldogság, stb. Akar hálásak lenni. Például ezért van az, hogy vannak a reggeli áldások minden nap, amikor az ember felkel, van a reggeli áldás, amikor az ember azt mondja, hogy köszönöm Isten, hogy felébredtem, hogy kinyithattam a szememet, köszönöm, hogy a lábamat tudtam letenni az ágyról, fel tudtam ülni, fel tudtam állni, járni tudok, cipőm van, ruhám van, stb. A legalap dolgokért, amit az ember itt teljesen tényként fogadja, ez mind hálásak kell, hogy legyünk amiatt az örök jövőnek. Ugyanígy a gyereknek hálás kell lennie, a szülőnek, aki megszülte, aki felnevelte, aki tanította. Van több vélemény, ami úgy látja, hogy amikor a Tóra megparancsolja nekünk, kábédete, virhajta meg a 10 parancsolatban, tiszteld apádat és anyádat, féld anyádat és apádat azért, mert tartozol nekünk hálával, ezért tiszteld őket, ezért félni kell őket, szeretni kell és tisztelni kell. És azért az egész micsának az alapja azért, hogy a hálásunkat kifejezni. Ugyanígy férj és feleség között hálásak kell lenni, illetve mindenki iránt, aki valamikor jót tesz velünk, hálásak kell lenni. Még azt fogunk látni, hogy még akár állatok, akár az életelenre is kell hálás lenni. Most természetesen, ha az ember meg fogja szokni, hogy tényleg mindig fogja érezni, fogja érezni, hálás lesz érzésben, hálás lesz szóban, hálás lesz cselekedetben az iránt, aki nekem segített, aki őt segített, könnyebb lesz az Istennek is hálás lenni. Bizonyos szempontból könnyebb az embernek is, az állatnak is, az életelennek hálás lenni, mint az Istennek, mert az Istent nem látjuk a fizikai szemmel. Az Isten nem látjuk fizikai szemmel, de az ember megszokja, hogy mindig mindenre mond köszönetet, akkor természetesen az Istennek is fog sokszor mondani köszönetet. Felmerül a kérdés. Egyébként azt szeretném megmutatni, hogy itt van nekem egy könyvem, az egész könyv arról beszél, mennyire hálás kell lenni a halakában. Ez az izraeli szerző, és nagyon szépen dolgozta fel
ezt a témát, és nagyon sokat segített nekem itt ebben az órában, a felkészülésben. Sok jó forrást találtam a könyvben. Első kérdés az, hogy a hívő embernek nem ellenmondásos az, hogy hálás kell lennie egy ember iránt, aki adott neki valamit, közben pedig hiszi abban, hogy minden az Istentől jön. Ha az Istentől jön, akkor miért kell hálás lennem egy embernek? A válasz erre az, hogy két részből áll a dolog. Először van maga az, hogy én megkaptam ezt a dolgot. Az, hogy én megkaptam ezt a dolgot, ez az Isten előírta nekem, hogy nekem jusson el, ez is az. De ki az, aki vállalta azért, mert jó szíve van, hogy végrehajtani fogja ezt a jóságot, az Isten előírt nekem, ez az ember. Ami azt jelenti, hogy az Isten maga a tény, hogy én meg fogom kapni, az Isten előírta. Az Isten nem, az Isten mégis az emberen keresztül adja, és az embernek a jó szívű miatt tette, amit tett. És ezt a jó szívűséget, ezt meg kell hálálni. Azt jelenti, köszönet mondok az Istennek, hogy gondoskodott nekem, hogy meglegyen nekem ez, és köszönet adok az embernek, hogy ő vállalta az, hogy ő lesz a küldött, akin keresztül az Isten fogja küldeni. Érdekes, hogy ellenkező irányban is ugyanez a kérdés van, hogy például Maimonides teszi fel a kérdést, hogy lehet megbüntetni a fáraót azért, mert rabszolgaságban ejtette a zsidó népet több száz éven keresztül, az Isten pedig ezt előírta már az Ábrahámnál, amíg a szövetséget kötött vele. Erre azt mondja Maimonides, maga a tény, hogy a zsidó nép rabszolgaságban lesz, az Isten előírta. De a fáraó, az ő gonoszsága volt az, amiért vállaltad, ő lesz az, aki fogja dolgoztatni a zsidókat. Azt mondja, van egy dolog, hogy a tény, ami történik, az Isten előírja, de ki lesz az a küldött, ki lesz az az ember, aki lesz a végrehajtója ennek, akin keresztül ez meg fog valósulni, ez ha jó dolog, akkor meg kell hálálni, ha rossz dolog, akkor jár érte büntetés. Érdekes dolog, hogy az atyák bölcs tanításainak van egyik kommentátor, aki a 15. században élt Spanyolországban, és azt mondja, hogy volt az egyik bölcs, aki az volt a szokása, hogy mielőtt odafordult, és megkérte a gazdag embert, hogy segítsen neki valamiben, akkor úgy szokta mondani. Uram, szoktam megszólítani ezt az embert. Én imádkoztam az Istennek, hogy teljesíts el az én akaratomat. És ha teljesíteni fogod, akkor hálás leszek az Istennek, hogy elfogadta az imámat, és hálás leszek örökké irántad. Mi azt jelenti, egyértelműen kifejezte, azt mondja, én imádkoztam már az Istenhez, és kértem ezt a dolgot. És ha te leszel az, aki végre fogja hajtani, akkor hálát adok az örökké valónakat rajtad keresztül küldte, és hálás vagyok neked, hogy mégis te hajtottad végre. Most, mivel itt mégis két dolog van, itt az Isten és van itt az ember, azt jelenti, az ember nem teljesen neki köszönhető mindent, ami történt itt, mert végső soron az Isten már előírta nekem. Erre az van írva, hogy az ember a hála kifejezéssel ne vigyen ezt túlzásban. Túlzásban azt jelenti, jóval több, mint az elfogadhat, mint ami várható. Mert a túlzásba viszi, ez akkor már azt a benyomást kelti, hogy azért olyan hálás neki, mert ő neki köszönheti. És azért, mert szeretne, de a jövőben is jusson ezt el neki, és ez az ember lesz az, aki rendelkezni fog fölötte, ezért olyan hálás neki. Pedig az, hogy egy dolog el fog jutni haza, az Isten akaratattól függ, ez az ember maximum lesz a küldött, akin keresztül fog ez menni. Nagyon fontos hálás lenni,
és kifejezni a hálunkat, de van ennek egy határja. Nem szabad túlzásba vinni. Hogyan kell, további kérdés, hogyan kell kifejezni a hálunkat? Erre. Első dolog az, értékelni kell azt, amit kaptunk. Azt jelenti, mi magunkban ismerjünk fel, értékelünk azt, amit kaptunk. Van egy ilyen történet, a Simcha Zissel, a kellemi Simcha Zissel, hogy minden péntek este, amikor hazajött a zsinagógából, mielőtt bement a lakásában, megállt, és egy kicsit végig gondolta. Menni minden tett a feleségem, értünk a családért a mai napon. A házat rendbe rakta, főzött, sütött, asztalt terített, gyerekekkel foglalkozott, stb. Amikor már elsajátítod, és úgy érezte, hogy teljesen tisztában abban, hogy mennyit segített neki a feleség, akkor jött be a lakásban, úgy Csábesz, mert tartott attól, hogy nem lesz elég, nem fogja eléggé értékelni azt, amit a felesége tett a családért is érte azon a napon. Az első dolog, hogy értékelni kell. A másik dolog, hogy nem csak értékelni, hálás is kell lenni. Hálás kell lenni, ez azt jelenti, hogy érzem a másik emberért, az Isten, a másik ember iránt, és az Isten iránt érzem egy hálás, azt jelenti, hogy kaptam valamit, és hálás vagyok érte. Aztán következő lépés az, hogy cselekedni kell. Hálaságunkban cselekedni kell. És itt van két dolog. Cselekedni kell, hogy a Zsoltárban van az a kifejezés, szurmé rá, vaszétov, ne tegy rosszat, tegy jót. Térj el a rosszat, tegy jót. Itt is a cselekedetben van egy dolog, hogy mivel értékelem a jót, amit kaptam, hálás érzem. Hálás vagyok a szívemben irántak, ezért. Első dolog, nem teszek rosszat, azt jelenti, hogy annak az embernek semmiképpen nem fogok én, annak az embernek nem fogok én rosszat tenni. Például, hogy előbb olvastunk, ne utasíts el az egyiptomit. Vagy, hogy a példa beszédekben van, hogy ne add vissza rosszat a jó helyet. Azt jelenti, ez a dolog, amit semmiképpen nem fogok tenni azért, mert hálás vagyok. Igaz, hogy senkit nem szabad bántani, de az, aki jót tett velem, akkor jobban, még jobban kell odafigyelni, ne bántsam. Sőt, még akar is, ha van az az eset, hogy annak az illetőnek jár egy büntetés, mert vétkezett, ne legyek én az, aki végre fogja hajtani a büntetést, ami jár neki. Mi a példa erre? A példa erre az 2 Mózes 8:12. Azt mondja az örökkévaló, hogy meg kell büntetni a fáraót és az egyiptomiakat, azért, mert nem akarnak szabadon engedni a zsidókat a rabszolgaságból. Erre azt mondja a Tóra. És szólt az örökkévaló Mózesnak, mondván, szóljál Áron testvérednek, hogy emeljen fel a kezét, és kétszer is van írva. Egyszer az van írva, üssen a vízre, a Nílusra, és vérévé fog váljön, aztán fog kijönni onnan a sok béka, illetve a harmadszor pedig az lesz, hogy üssel a földre, és akkor a vér, a béka, és a tetvek, és akkor az minden, egész föld
az lesz, és akkor borzasztó szenvedés. Erre azt mondja Rási, miért szól az örökkévalónak Mózesnak, hogy Áron csinálja meg, mert Mózes hálás volt a víznek, mert amikor Fáró be akart, az volt Fáraónak a rendelet, Mózes második könyve elején, hogy minden fiút, vagy minden gyereket a vízbe kell dobni, akkor Miriam Mózesnak az anyja kirakta őt egy Mózes kosárban, a vízben, és ott életben maradt. Illetve amikor megölt az egyiptomit, akkor elrejtette a földbe. És akkor mivel hálás volt a vízért, a víznek, és hálás volt a földnek, ezért hiába járt a büntetés, Áron üssen rá, nem Mózes. Ez mind olyasmit, amit ne tegyen az ember. Az ember ne tegyen rosszat. Az ember kerüljen el minden áron az, hogy ő legyen az, aki a rosszat fog tenni annak, aki jót tett vele. És mi a pozitív, hogy ki kell fejezni a hálunkat. Nem elég az, hogy amikor egyedül vagyok a szobámban, és meditálok, akkor nagyon hálás vagyok az iránt, aki jót tett velem, hanem el is mondom neki. Elmondom az Istennek, köszönöm szépen, elmondom az embernek, köszönöm szépen, hálás vagyok neked, hogy segítettél nekem. Egy érdekes kérdés van, az már sokan állnak a kommentárjai foglalkoznak vele, az a kérdés, hogy a Tórában van egy olyan tilalom, hogy nem szabad kamatot fizetni, nem szabad kamatot felszámolni, nem szabad kamatot fizetni, ha kölcsön adott az ember, vagy kölcsön kapott az ember. Erre azt mondja a Sulchan Aruch a Talmud alapján, de a legapróbb dolog is kamatnak számít. Ha eddig nem szokott sietve köszönni az illetőnek, akkor most se szabad köszönni, mert akkor ez megint ez egy megtiszteltetés, ami eddig nem kapott, és most azért kapja, mert adott nekem kölcsön. Erre felmerül a kérdés, hogy a zsinagógában én vagyok a Gábe, a Sámes, én hívom fel az embereket a Tórához, szabad-e nekem felhívni azt az embert, aki nekem adott kölcsön? Az egyik oldalon azt mondjuk, hogy nem szabad kamatot fizetni. A másik oldalon hálás kell lenni. Akkor hogy lehet hálás lenni és nem fizetni kamatot? Moshe Feinstein szerint, hogy az, nézzük meg a pontos kifejezést. Ha barátok vagyunk, ha mi jóba vagyunk egymással, azt tennem érte, akkor most is tennem kell, mert én a barátja vagyok, és szeretem azért, mert segített nekem. Plusz tiszteletet nem szabad adni neki, mert a köszöntés az már egy plusz tisztelet. Felhívni valakit a Tórához, vagy ilyesmi, az nem, mondja Feinstein rabbi, nem csak ad nem kamat, hanem ha nem teszem meg, akár hálátlan vagyok, és ez tilos. Az nagyon érdekes, mert itt nagyon kell vigyázni, mert egyik oldalon azt mondom, hogy nem szabad hálátlan lenni, és a másik oldalon azt mondom, nem szabad kamatot fizetni. És akkor valahol kellett legyen az a finom pont, amit teszem az, ami jár neki, és ez teljesen természetes, hogy ezt megteszem érte, de annál többet már nem, mert akkor az már kamatnak számít. De Feinstein rabbi szerint ez az felhív, igyekszem őt felhívni a Tórához, vagy ilyesmi, ez teljesen természetes, hogy baráta között ez van, és ő az én barátom, hiába eddig nem volt a barátom, de most, mivel kölcsön adott, akkor minimum olyan baráti szintet kell viselkedni vele. Megelőzni neki a köszönetet, az már egy tiszteletadás. Tiszteletadás az nem szabad, mert az kamat, de felhívni a Tórához is, vagy más hasonló dolog, ami a zsinagógában a Gabe vagy a Sámes szokta szétasztani az embereket, mondja Fáncsa, nem csak ott megvan enged, hanem kötelező is.
Szóval az első mik azok a tiltó viselkedés, amit nem teszünk, hogy nem okozok neki rosszat, mi az a pozitív, a tevőleges hálás viselkedés, hogy egyszer megköszöntem. A másik dolog az, hogy igyekszem én is jót tenni vele. Nézzük, menjünk csak vissza a példabeszédnek az a mondathoz, aki rosszat ad vissza a másiknak a jó helyet. Kétféleképpen lehet itt érteni a jó helyet. A jó helyet azt jelenti, hogy a helyet, amit ő adott nekem jót, én adok neki vissza rosszat, illetve én adok neki rosszat vissza, a helyet jót adnék neki vissza. És a kommentátorok azt mondanak, ez a helyes magyarázat, hogy nem csak, hogy hálás kell lenni és köszönetet mondani, hanem nekem kell igyekeznem jót tenni neki. Nem csak, hogy nem tenni vele rosszat, hanem jót tenni neki. Mennivel kell hálás lenni neki, iránta. Menni, mi az a menniség, az jót tenni neki, mennit. Erre van, aki azt mondja, hogy végtelenség. De a logikus az, hogy legalább annit, mint amennyit ő adott nekem, sőt, még több is, csak nem a végtelenségig. Hol lehet látni ezt a viselkedést? Az Eszter könyvében olvasunk, hogy Ahasvérosnak királynak megvolt a királyi krónikája, és mindenki, aki jót tett vele, azt fel lett írva abban a krónikában, és Ahasvéros próbálta visszanyozni ezt a jót, megtisztelni, megköszönni, és jót tenni az illetővel. És ez a helyes viselkedés. És az is van írva, hogy még az ember nem tud semmi jót tenni a másik ember, akkor is emlékezni kell mindig a jóért, az a jó, amit kaptam tőle, az mindig, arra mindig kell emlékeznem, és hálás lenni érte. Kire vonatkozik az, hogy hálás kell lenni? Kire és kinek kell hálás lenni? Azt mondja, ez dupla kérdés. Nekem hálás kell lennem annak, aki jót tett velem, vagy annak leszármazottjainak is. Nekem kell hálás lenni érte, vagy az én leszármazottjaimnak is kell hálás lenni érte. Azt mondja, ez csak első nemzedék, én, aki kaptam tőle, Kón úrtól, kaptam valami jót, akkor nekem kell hálás lenni neki, vagy az én gyerekeim az ő gyerekeinek is. Az én gyerekeim neki, az én gyerekeim az ő gyerekeinek. A válasz erre az, hogy ez a további nemzedékre is vonatkozik, hogy az én leszármazottjaimnak hálásak kell lenniük az ő leszármazottjának. Honnan lehet ezt levezetni? A Tórából? A Tóra azt mondja, ne utasíts el az egyiptomit, mert idegen voltál az ő országában. Ki volt idegen? Nem én, őseim. Kit nem szabad elutasítani? Nem csak az az öreg egyiptomit, aki ott volt akkor, amikor Jákob és fia jöttek le Egyiptomban, hanem sok nemzedékkel később is. Több száz, több ezer évvel később. Innen lehet azt látni, hogy mivel egy bizonyos időben, egy bizonyos korban, mikor Jákob és gyerekei lejöttek Egyiptomba, mert Kanaánba volt egy éjség, akkor az egyiptomiak fogadtak Jákobot, stb. Ezért mai nap, ami már 3000 évvel később van, nekünk kell hálás lenni azoknak az egyiptomiaknak, a leszármazottjaiknak érte. Szerint, hogy ez a következő nemzedékekre is vonatkozik. E,
Természetesen itt nincs különbség, hogy zsidó és nem zsidó között, nem zsidó segített egy zsidónak, egy zsidó segített egy nem zsidónak, mindig hálás kell lenni. Ez pedig a Midrás utal erre a Mózes 4. könyvében 31-es fejezet, azt mondja a Tóra, és örökké szólt Mózesnak, kérem, bosszút kell állnod, te megy Midian ellen, mert ők okoztak a nagy járványt a zsidók között, és ahol 24 ezeren haltak meg. Erre az van írva a 6. versben, és Mózes küldött katonákat, hogy háborozzanak az Midian ellen. Kérdezi a Midrás, az örökkévaló megparancsolja Mózesnak, hogy ő álljon bosszút, és ő nem is vesz részt a háborúban, küldi a katonákat. Azt mondja a Midrás, igen, mivel Mózes egy hosszú időig volt Egyiptomban, amikor menekült Egyiptom, volt Midianban, amikor menekült Egyiptomból, ott el is vette a feleséget, Cipórát, stb. Ezért ő neki nem szabad bántani a Midianikat. És a Midrás idézi megint azt a mondást, amit előbb már idéztünk a Talmudból, egy kút, amiből vizet ittál, oda ne dobjál be követ. Most hiába Mózes zsidó volt, tóraadást megkapta a Tóra Cínei hegyen, a midjanitak, az nem voltak zsidók, teljesen mindegy. És nem kell messzire menni, az egyiptomiak sem voltak zsidók, és segíteni kell őket. Érdekes, hogy az is van írva, hogy még az is, aki segített, nem szándékosan, véletlenül, nem ez volt a szándék az teljesen más volt, de a végén ebből kijött egy segítség, akkor azt az embert iránt is kell hálás lenni, stb. Ez honnan lehet tudni? 2 Mózes, 2:19. Az van írva, hogy Mózes menekül Egyiptomból. Miért menekül Egyiptomból? Mert ott megölt az egyiptomit, feljelentették őt a fáraónál, azért ölte meg az egyiptomit, mert az halálosan verte zsidót, és meg kellett menteni ezt a zsidót. Mindenképpen feljelentették Mózest a fáraónál, Mózes menekül, megérkezik meg Midjánban, és ott Midjánban segít Jitronnak a lányait megittatni a juhukat. Erre azt, jó, akkor meghívtak őt, szól nekik Jitro, hogy miért jöttetek ilyen gyorsan, azt mondja, egy egyiptomi ember segített nekünk, és megittatta az állatokat. És erre azt mondja Jitro, hogy hívjátok őt meg, meg is hívta őket, és a végén elveszett Cipórát a feleségünk. De a Midrás azt mondja, hogy Mózes nem volt egyiptomi. Mózes Jákob leszármazatja volt, nem volt egyiptomi. Erre azt mondja a Midrás, mihez hasonlít ez? A Midrás azt mondja, hasonlít az ahhoz, hogy valamilyen állat, nem tudom pontosan melyik állat, megharapta az embert, és ilyenkor gyorsan kell a kúthoz menni, a kúthoz, a vízhez, és bemártani, gond lehetett lemosni a vízben. Az ember kap egy sérülés az állattól, fut a vízhez, bemártja a kezét, és mit látott? Látott, hogy egy gyerek fulladt a vízben. És gyorsan megmenti. Erre azt mond neki a gyerek, hálás vagyok neked, hogy megmentettél az életemet. Erre azt mondja az illető, legyen hálás az állatért, aki megharaptat engem, mert ezért jöttem ide a vízhez. Képzelünk el, hálás kell lennem az állatnak, akinek semmi jó, nem volt neki jó indulat, és megsebesítette az embert, és mégis neki jár hála. Úgy hasonlóképpen, amikor meg akartak köszönni Mózesnek, hogy ő ott volt épp, amikor a Jitro lányainak kellett segíteni, erre azt mondja Mózes, nem nekem kell segítenem, nem nekem kell hálát adni,
hanem annak az egyiptomit, akit én megöltem, aki miatt nekem kellett menekülnöm Egyiptomból, neki kell hálás lenni. A Midrás ez a magyarázat, ismici az egyiptomi, ez az az egyiptomi, akit Mózes megölt, mert miatta kellett menekülni, miatta volt itt a kútnál, és ő tudott segíteni Jitró lányainak. Az egyiptomi, az halálosan verte a zsidót. És mégis, mivel ebből jött ki egy jó dolog, ezért hálás kell lenni, nem csak Mózesnak, hanem annak is, aki ezt okozta. És erre van egy másik, láttam, hogy Ján azt kérdezi, miért is ment Jákob Egyiptomba? Mert éjség volt az egész környéken, és József meghívta apját, és tervét, jöjjenek le Egyiptom, és el fogja látni őket. Ezért ment le. Most itt van egy másik érdekes forrás ebben a témában. A Talmud azt mondja, nekünk hálásak kell, hogy legyünk a szélhámosoknak. Mert ha nem ők, akkor nagy vétket követtünk volna el nap mint nap. Miről van szó? Azt mondja, sokszor jön hazánk egy szegény ember. Jaj, segíts! Most szegény ember, nincs ruhája, nincs ennivaló, nincs semmi. Hát akkor elvileg mindent kéne odaadni neki. Minden, ami van a zsebemben, minden, ami van rajtam, a ruhámat oda kell adni neki. Mi nem teszünk meg, miért nem teszünk meg? Erre azt mondja a Rabbi Elazar, ebben hálásak kell lenni a sok szélhámosnak, aki nem szegény, beöltözi magát, úgy játsza el, mint a szegény lenne, és kér segítséget. És mivel ők szélhámosak, és nem lehet tudni, ki a szélhámos, ki nem, ezért jogunk van azt csinálni, hogy minden szegény embernek valamennyit segítünk, de nem valami mindent, mert nem lehet tudni, hogy tényleg szegény vagy nem. Most azt jelenti, hálások kell, hogy legyünk a szélhámosoknak. Hiába nem ez a célja, de mivel mégis a Talmud azt fejezi ki, hogy hálásak vagyunk érte. További dolog. Hálás kell lenni még abban az esetben is, amikor valaki segített nekem, nem azért, mert nekem akart segíteni. A saját érdekében tette, amit tett. De az ő érdeke az volt, hogy nekem segítsen. Például lényegében a munkáltató, ő nem értem teszi, de mégis biztosítja nekem a munkát. Erre azt mondja a Talmud, a Brachot traktátus legvége. Azt mondja a Talmud, nézzük meg még egyszer azt a verset. Ne utasíts el az egyiptomit, mert idegen voltál az ő országában. Az egyiptomok miért fogadtak minket? Mert olvasunk, hogy amikor Jákob megérkezett, akkor József bemutatta Fáraónak, és azt mondta, ó, ezek pásztorok, tudnak neked dolgozni, tudnak neked munkát végezni, és a Fáraó fogadta. Azt Fáraó nem azért fogadta, mert sajnálta Jákobot, hogy ó, Jákob egy olyan jó ember, szeretnénk neki segíteni. Még az se volt, hogy Jákob Józsefnak az apja, ezért kell nekem segíteni. Hanem Jákob fog tudni segíteni nekem a pásztorkodásban, és ezért segítek neki. És erre rá ő fogadott engem azért, mert ez az ő érdeke volt, és erre rá 3000 évvel később nekem hálás kell lenni érte. Egy percig nem az én érdekemet nézte, de mégis tény az, hogy ő segített őseinknek, teljesen mindegy, hogy milyen célból segített. Mi van abban az esetben, hogy valaki tett valamit, mert kötelező volt neki tenni ezt? Akkor is kell hálás lenni?
mi van a gyakorlatban? A gyakorlatban az van, ha valaki már volt a zsinagógában, amikor valakit felhívnak a Tórához, és mikor felmegy a Tórához, mond áldást, mikor lejön a Tóráról, akkor mit mondanak az emberek neki? Skajach, skajach! Megköszönök neki. Jó. Mert nem mindenki megy fel a Tórához, mindig csak egy pár ember, de amikor van a papi áldás, Birchat Kohanim, és amikor a Kohen befejezi a papi áldást, amide ismétlés befejeződik, mindenki azt mondja, Skajach Kohen, vagy Skajach Kohenaknak. Skajach, a Kohenak, a papi családnak kötelező megáldani a zsidókat. Izraelben minden nap mondanak áldást. Külföldön csak ünnepnapokon. De akkor mindenképpen ez egy bibliai micva. És miért mondunk neki köszönet? Azért neki kötelező elmondani ezt az áldást, de mégis mi kaptunk tőle egy nagy áldást. És ezért hálásak vagyunk neki. Szinte hiába neki kötelező volt, mégis nagyon-nagyon hálásak vagyunk neki. Igaz, a törvényhozók között van erről egy vita, tényleg kell mondani, meg kell köszönni ezt, vagy csak illik megköszönni, vagy csak szabad megköszönni. De mindenképpen a gyakorlat az, hogy valahányszor a papi áldás befejeződik, egy perc múlva, amikor vége van a ámide ismétlése, mindenki megköszöni. Ez a legjobb bizonyítékod, még akkor is, amikor nem csak az én érdekemet nézte, hanem neki kötelező volt tenni, amit tett, akkor is jár érte köszönet. Maimonides egy további részletet hoz fel. Azt mondja Maimonides, mi van abban az esetben, hogy valaki jót tett nekem, aztán rosszat tett nekem, akkor még mindig hálás kell lenni, érte? Neki? Igen. Bizonyíték az egyiptomiak. Az egyiptek először fogadtak minket, és hálásak vagyunk érte, kellett legyen, aztán rabszolgaságba étettek minket. És mégis kell, továbbra is mondja a Tóra, legyetek hálásak. Nem a rosszért nem kell hálás lenni, de a jóért hálás kell lenni. Mondja Maimonides, ebből következik az, hogy hiába rosszat is tett velem, akkor is a jóért továbbra is hálás kell lenni. És még akkor is hálás kell lenni, amikor élettelen dologról van szó. Mi a bizonyítéke erre? Az a talmudi mondás. Egy kút, amiből ittál, ne dobjál be követ. A kút az nem egy élő ember. Mégis azt látjuk, hogy mindig ez teljesen természetes dolog kellett legyen, ha valami adat nekem jót, én nem visszhangzom ezt rosszal, még akkor is az illető nem érzi, mert nem egy illető, nem egy emberről van szó. Ugyanígy Mózes nem üti a folyót és a földet, mert hálából. Illetve van egy olyan halakhá Sulchan Aruchban, ha valaki megy az utcán, vagy otthon van étel a földön, fel kell emelni. Az utcán valamikor kicsit nehéz, de mindenképpen minimum azt kell tenni, hold oldalra kell tenni, mert az étel ez egy isteni ajándék, és hálás kell lenni érte. Mindezek után hálás kell lenni, de semmiképpen ez nem hatalmaz fel minket tenni olyasmit, ami nem helyes, ami tilos, és ennek ellenére a hálamat fogom kifejezni úgy, hogy teszek olyasmit, ami tilos. Az nem. Mindent, amit tudok tenni, azt nekem tennem kell, meg kell köszönni, próbálni kell visszanozni, de semmiképpen nem törvényt sérteni a hálából. Szóval ez egy pár tanítás, amit merítettem a zsidóságból, a zsidó jog vagy etika. Ez maga kérdés, hogy ez mindaz, amit most mondtam, ez halachikusan kötelező, vagy csak etikus is illik. Egy dolog biztos, hogy az illető, aki segített nekem, nem tud beperelni és követelni, hogy én adtam neki, tavaly segítettem neki, most
kötelező neki segíteni nekem, azt nem tudja, nem tud engem beperelni. De mindenképpen nekem vagy kötelező, vagy halachikusan, vagy etikusan. De mindenképpen hálás kell lenni, és ne felejtsünk el, ugyan, hogy legalább annyi hálát kell kifejezni az Isten iránt, mint amennyit kifejezünk emberek iránt, amikor segítenek nekünk, mert Isten mennyit segített nekünk. És befejezésük szeretném mondani, hogy a Lubavitchi Rebben lehetett látni, hogy mindig állandóan megköszönt az embereknek. Például eljött a zsinagóga, valaki kinyitotta a kaput, az ajtót neki, köszönöm szépen, skajach. Állandóan megköszönt az embereknek mindent. És még olyan ember is, akivel dolgozott nap, mint nap, akkor állandóan köszöntem. Mert ez a helyes, hogy meg kell köszönni az embernek, és százszor annyit meg kell köszönni az Istennek. Köszönöm szépen, ez volt a mai téma. Hálás vagyok nektek, hogy voltatok, kifejezem is a hálámat, köszönöm szépen. Holnap folytatjuk a Zohárt a Kabbalának az alapkönyvéből. Kedden majd tanulunk a haszi történeteket, szerdán kérdezd a rabbit, készüljetek fel, és csütörtökön pedig a heti szakasz. A heti szakasznak a témája az nagyon érdekes téma. Van-e a zsidóságnak egy háborúnak, a háborús etikája? Ez lesz a csütörtöki téma. Köszönöm a témát, bár van itt még valaki mond valamit, hálás, jó, az rendben van. Jó, látom, más kérdések nincsenek. Jó, köszönöm szépen, jó éjszakát kívánok, találkozunk holnap. Minden jót!